üdvözlünk! A honfoglaló hírei következnek. Lássuk, miről lesz szó a mai honfoglaló híradóban. A híradó kapcsán kerestük a honfoglaló csapatát. Sziasztok! Egy újabb szavazásra kérnénk titeket. Az új verzió kapcsán azon gondolkodunk, hogy a válaszidők adaptívak lennének. Ez azt jelenti, hogy egy játékban három profi játékos kerülne össze, akkor nekik rövidebb, ha pedig három kezdőjátékos, akkor nekik pedig átlagosan hosszabb válaszidőjük lenne válaszolni a kérdésre. Mit gondoltok erről? Szerintetek jó ötlet? Szavazzatok! Illetve kommentben írjátok meg azt is, hogy szerintetek mennyi időt hagyunk egy profi játékosnak, egy közepes erejűnek, illetve egy kezdőjátékosnak. Még nem menjetek sehova, mert Attila hamarosan mutat egy videót az új verzióból. Ha pedig még nem iratkoztatok fel a csatornánkra, akkor ezt tegyétek meg most, így sosem maradtok le a legfontosabb honfoglaló hírekről. Az előző adásban Harsányi Levente és Szolnoki Péter szálltak harcba Kovács Áron ellen. Az a baj, hogy két nagyon jó barátom, emiatt egyébként sok kellemetlenségük lesz emiatt a kijelentésem miatt, de hogy a gonoszság az most nehezen le fog esni. Megmondom őszintén. Úgyhogy legyetek sokkal ellenszemesebbek. Jó. Sikerült. Már meg is van. Kész vagyunk. Na, beszélgessünk. Mi van veletek mostanában, Levi? Egy kapunyítási pánik van vagyok most, tehát nem tudok annyira nyitni, hogy mindenkit ne engedjek magamhoz közel. Ebben a tekintetben, amiről most Levente beszélt, én nagyon-nagyon jól érzem magam. Hál' Istennek, úgy családilag, mint egészségileg. Jó, szuper. Nézzük meg most valami kínzást valami filmből, jó, hogy jobb kedvedre rüljek. Bihari Attilát is megkerestük e heti híradón kapcsán. Sziasztok! A munka nem állt meg. Most már tudunk mutatni nektek egy rövid részt az új verzió elejéből. Jelen pillanatban a játék már végigjátszható, persze amit most láthattok, az még messze nem tökéletes, és csak egy nagyon rövid kis ízelítő. Ebben a hónapban szeretnénk a tényleges játékmenettel végleges közeli állapotig eljutni. Utána persze még jó pár funkció van hátra ahhoz, hogy teljesen elkészüljünk, de végre már látszik a fény az alagút végén. Úgyhogy ha szeretnétek követni a fejlesztés állását, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, és most pedig még ne menjetek sehova, mert Anett visszatér pár érdekes információval. A következő epizódban Nessai tér vissza a honfoglaló arénába. A szövetségesek ezúttal az ország két ismert hangja, Kökényesi Ágnes és Kautsky Armand. Nézzétek! Igazi megtiszteltetés volt valódi színművészek ellen játszani, kicsit meg is voltam illetődve, de szerintem végeredményben jól sikerült. Kapcsoljuk Szent Györgyi Anettet! Április első hétvégén irodalombajnokságot tartottunk, ennek az eredményeit hamarosan mutatjuk. Több helyről is kaptunk információt, hogy önállóan szervezett online bajnokságokat rendeznek meg egyetemek. A legutóbbi az Okosnak lenni trendi, és a HÖOK szervezésében került megrendezésre. Az április 13-án zárult bajnokságnak az eredményét a leírásban megtaláljátok. A hamarosan induló új verzióban szeretnénk olyan funkciókat fejleszteni, amellyel az ilyen és ehhez hasonló önszerveződő bajnokságokat tudjuk segíteni. Még maradjatok velünk egy kicsit, mert jönnek a sporthírek. Jövő héten pedig egy újabb szövetségcsatával térünk vissza. Ne felejtsetek el feliratkozni a csatornánkra, és kapcsoljátok be az értesítéseket. Vigyázzatok nagyon egymásra és magatokra is, ha pedig tehetitek, akkor maradjatok otthon. Sziasztok! Most pedig sporthíreink következnek! A héten is izgalmas csaták zajlottak a honfoglalón. Az előző heti nyerteseinknek gratulálunk! A legjobb klánok neveit most láthatjátok! Hajrá! Mindent bele! E heti híradónk véget ért. Két hét múlva újra jelentkezünk a honfoglaló legizgalmasabb híreivel. Csütörtökön is nézzetek minket! Izgalmas kvíz csatára számíthattok! Ha nem szeretnétek lemaradni róla, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra, és kapcsoljátok be az értesítéseket is. Sziasztok!